chances, there's nothing to be ashamed of. Good night. Good night. Now, what's the matter with him? He's going to bed. Oh, it's too early. I feel too good. Oh, I wonder if there'll ever be another time as good as this. Gary. Listen, just listen. Wonderful book, isn't it? Maybe I'll write it someday. Szent ég. Itt nem szabadna lennie ilyen földrengéseknek. Hiszen ez itt egy zöld zóna. Csak a gondolkodó emberek maradtak velünk, azaz ti maradtatok velünk. Nektek, akik egész Amerika bástyáját és reményét jelentitek, ígéretünkhöz híven a legfontosabb információkat fogjuk megszólaltatni. Nézzék meg közelebbről Amerika térképét. Ez a térkép megmutatja, hogy országunk mely területeit fogják hamarabb, és melyeket később sújtani a pusztító éghajlati katasztrófák. Valamelyek korábban, valamelyek később. A zöld zónák azok a területek, ahol az élet feltételei a leghosszabb ideig fennmaradnak. A francba. Minden rendben. Csak nyugi, minden oké. Thank you.
Földrengés. 8,2. 8,2. Hisz ott vannak a srácok. Ott vannak a srácok. Haló, haló, Vlad, te vagy? Haver, szia! Haló! Szia! Hallottam, hogy nagy földrengés történt nátok. Hogy vagy? Hogy vagytok? Hogy vannak a srácok? Van szükségetek valamire? Túl késő már segítséget nyújtani. Ás magadnak egy gödröt és búj bele. Figyelj, nem értem. Miért nem mutatták meg az európai térképeket? A zöld zónákat? Miért csak az amerikaiaknak mutatták be? Nem, nem hallottam semmit. És akkor mit csináljunk? Még erősebben toljuk az alkotó társadalmat. Nekem pedig úgy tűnik, hogy még aktívabban kell nyomnunk a zöld zónákra. Mielőtt még elkezdődik az őrengés. Készítsünk vízumokat, eladjuk mindenünket, és útba. Szerintem átvertek minket. Akinek tudnia kell, azok már régen mindent tudnak. Mi meg, kik vagyunk mi? Csak gyalogosok. Emlékezz, mennyi mindent tettünk meg a közös eszme nevében. Mennyi erőfeszítést, mennyi időt töltöttünk, és mi? Csak néhányan hallanak minket, a többiek elhallgatják. És most azt javaslod, hogy még többet informáljunk az alkotó társadalom építéséért? Nem vesztegettük az időt, a lehető legjobban kihasználtuk. Emlékszel, azt mondtad, hogy ismered az ASP alelnökét? Miért nem vesszük fel vele a kapcsolatot? Ő egy művelt, intelligens ember. Várj, te egyáltalán hallasz engem? Persze, figyelek. De te hallod magadat? Miért? Mi a gond? Az önzőség. Ez hát a fordulat, haver. Milyen értelemben? Az, amit mondasz. Hát ez váratlan. Nagyon váratlan. Tudod, van egy dolog, amit már régóta észrevettem. Bár miről beszélek én veled itt? Gyerünk, mondd ki! Menj a fenébe! A világ darabokra hullik. Az egyetlen hírek, az éghalatti katasztrófák az egész bolygón. Odakint szörnyű smog van, valahol állandóan tüzek égnek. De mi éghet olyan sokáig? Alig látni a napot. Csak amikor a hurrikánok csapnak le,
akkor tisztul ki az ég. De a legborzalmasabb az emberek. Az emberek. Amikor először látod a tűzrakó helyek mellett a feldarabolt és megrácsált emberi maradványokat, sokáig tart, amíg észhez térsz. Hogy tudtunk ilyen gyorsan, mindössze néhány év alatt ilyen mélyre süllyedni? Ez szörnyű. Pedig tényleg volt esélyünk arra, hogy mindezt elkerüljük. Hogy felépítsünk egy alkotó társadalmat, béke, jólét, új technológiák, ezek mind valósak voltak. De miért nem cselekedtek az emberek? Hisz voltak fórumok, konferenciák, hisz elmondták nekik, bemutatták a matematikai modellt. Miért nem az alkotó társadalmat választották? Miért nem éltek a lehetőséggel? Talán azért, mert nem vették észre, hogy mennyire komoly a helyzet. Mint például én is. Pedig hallottam róla, sőt, részt vettem benne. Még tettem is valamit ezért, de nem hittem benne. Tettem, de csak egy cseppet. Felszínesen. Félig meddig, időnként. A fórumok, a globális válság fórumok. Mennyi volt belőlük? Hányszor mondták? Kiabáltak? Kopogtottak ránk, és mindez igazzá vált. Évről évre rosszabbodott az éghajlat. Tudósok kerestek fel minket. Bemutatták ezeket az információkat, mint a gyerekeknek, mint az újszülöttöknek. Mondták, hogy ez egy 12 000 éves ciklus, és ha nem cselekszünk, az éghajlat eltöröl minket a föld színéről. Csak két utunk volt. Az alkotó társadalom és egy új Mars. De nekünk más gondjaink voltak. Más aggodalmak. Pedig láttuk, hogy a kataklizmák egyre súlyosabbak. A földrengések, árvizek, hurrikánok, vulkánkitörések mindenhol történtek. Sajnos nem vettük észre, hogy az magától nem fog leállni. De mégis, hiába láttam, hiába hallottam, valamennyire hittem is, még egy bunkert is építettem, de nem hallottam igazán, úgy néz ki. Ez nagyon furcsa. Most már hiszem, de mi van akkor? Mi vár ránk? Hát nem tudtam, hogy ez fog történni. Tudtam. Akkor miért nem cselekedtem? Miért nem csináltam valami mást? Ez egy ketrec. Abba hittem, hogy valaki ezt megteszi. Valaki majd eldönti. Valahol, odakint. Valaki majd mégis. Csak vártam. Igen, várnunk kell. És minden rendben lesz. Valaki majd megakadályozza, hogy ilyen ostobán végződjön minden. Nem fogja hagyni ezt. De ki? Ki nem fogja hagyni? Mit csináltam rosszul? Hisz nem vagyok hülye. De mit csináltam rosszul?
De mégis, mit csináltam rosszul? Az internet teljesen eltűnt. Már egy hónapja senkivel sem kommunikálok. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz a külső információk nélkül. Ez egy kínzás. A fejem teljesen összezavarodott. Nem akarom elveszíteni az eszmémet. Csak most értem, hogy milyen szerencsés voltam, hogy sikerült egy 10 kW-os üzemanyagmentes generátort szereznem. Az utolsó pillanatban sikerült megkapnom. Enélkül már régen meghaltam volna. Viszont most megvan mindenem. Áram, szellőzés, fűtés. Az élelmiszer persze korlátozott. Igen, de ezen nem lehet segíteni. Spórolnom kell. Az elmúlt évben egy esemény sem történt, amelyik reményt adott volna nekem. Ez egy ketrec, ami már be van zárva. A harmadik rész. Nem tudom, hogy kinek, megint kinek veszem fel ezt a videót. Biztos magamnak, hogy egyszerűen ne bolonduljak meg. Már 3 hónapja nincs internet. Nehézségek vannak a kúttal. A jelek szerint a víztározó apad. Ahogy szokták mondani, a víz csütörtökönként. De amíg van eső, azt gondolom, hogy túlélem. De mit csináltam rosszul? Ez a kérdés, ami nagyon aggaszt. Azt hittem, mindenre gondoltam, egy dolgot kivéve. Minden, amit a fórumokon és a konferenciákon bemondtak, igaznak bizonyult. Minden valóra vált, ami azt jelenti, hogy 2036-ra a Marianárok beszakad. Vlad, mondani akartam neked valamit. Kezdem felfogni, amiről múltkor beszéltél. Igen, megsértődtem. Megsértettél. Most már vicces, de egyben. És fájdalmas is. Későn rádöbbenni az elszalasztott lehetőségekre. Olyan ez, mint a feneketlen szakadék, amibe beleesel, és csak zuhansz. Folyamatosan arra várva, hogy eléred a véget. Igen, magamnak éltem. Nem fogtam fel a történetek súlyosságát, a nagy felelősséget. Elvesztettem a célomat. Igen, másképp is csinálhattam volna a dolgokat. Teljes erővel cselekedhettem volna viszonylag a békés években, hogy most ne kelljen csak ülnöm és sóvárognom. Tudod, folyton azon gondolkodom, hogy mit tehettem volna? Mit tehettem volna én? Mert voltak kapcsolataim. De legalább megpróbálhattam volna, de kemény fickó voltam. Féltem, hogy elveszítem az arcom. Emlékszel? Kritizáltak, üldöztek. Igen, üldöztek minket. Próbáltak
elhallgattatni minket. Kinevettek, mint egy idiótákat. A politikusok, az egyház, újságírók, egyszerű emberek. De hol vannak most ezek az okos emberek? Paradoxon. Igen, paradoxon. Igen, mi legalább akartunk segíteni. Akartunk segíteni az embereken. Ők meg szektánsokat és bűnösöket csináltak belőlünk. Volt esélyünk felépíteni az alkotó társadalmat, és még 100, 200, 300 ezer évig, millió évig új élethosszabbító technológiákkal, jólétben, biztonságban, békés égbolt alatt, boldog utódokkal és nagyszerű kilátásokkal. És ehelyett a káoszt és a sírgödröt választottuk. Tényleg őrültek vagyunk. Ki azok? Mindenki ott van, már a földben. Én vagyok az egyetlen, ahogy látod. A legravaszabb, aki úgy ül ebben a gödörben, mint egy rohadék. Mellesleg meg akartam mutatni a kincsemet. Nézd ide! El tudod képzelni, hogyan megváltoztak az értékek? Élelem, víz és öngyújtó. Öngyújtók. Öngyújtók. Ismered őt, ugye? Találkoztatok már. Valódi mester az akadémiáról. Láttam őt a csúcs találkozón. Úgy beszélt, mint... Most a mi városunkba jött. Egy nyílt előadás a klímaváltozásról. Ez egy komoly lehetőség számunkra. Találkozzunk vele, talán beszélgethetnénk egy kávé mellett, és elmondhatnánk, te hogy csinálod. Közülük ő az egyetlen, aki észszerű dolgokat mond. Nézd, mennyi van belőlük. Azt hiszem, nem lesz neki annyi ideje, hogy lejön velünk és csak úgy csevegjen. Ja igen, még ráadásul holnap kezdődik egy nagy objektum üzembe helyezése. Te is tudod, hogy nekem muszáj lesz ott lennem, éjjel-nappal. Megérted, nem tudom cserben hagyni az embereket. Felvigyelek. Mennyire ostobán történt mindez. És tudod miért? Mert nem voltam képes egyesülni a többiekkel. Mert minden csak rólam szólt, mert egy totál egoista vagyok. Mintha én lennék a világ középpontja, akik körül forog az egész világ. Szóval csak ültem és kerestem a hasznot. Folyamatosan ismerkedtem valakire, kapcsolatokat teremtettem. Igen, haszot kerestem. Igen, a haszon projekteket valósítottam meg. Persze, féltem kinyitni a számot, hogy kimondjam a megfelelő dolgokat. Féltem a kritikától. Mindentől féltem. Ki vagyok én ezek után? Egy szemétláda. Mindannyian olyanak voltunk, mint totális seggfejek. Egy csónakba ülve, egymással szemben, némán figyeltünk, ahogy a szakadék felé zuhantunk. És ez nem is tűnik furcsának, nem is örültség. Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan. Az értelem teljes hiánya. De kinek? Kinek csinálod te ezt a felvételt? Nem hozzád beszélek most, Vlad.
ez a saját filmem. Hetedik rész. A zöld zóna. A zöld zóna. Hát nem vetted észre? Te barom, hogy ez az elejétől fogva egy csapda volt. Fel kellett volna ismerned a kataklizmák mértékét, nem pedig a saját seggedet menteni. Gyorsulnod kellett, nem pedig visszanézni a zöld zónákra. Mi értelme a túlélésnek, ha csak a várakozás marad? Várva az elkerülhetetlenre. És a legszörnyebb része ez a várakozás. Félni minden zajtól, ez őrítő, ez kínzás. Néha annyira félelmetes, hogy elzsibbad a lábban. Pedig még a hegyeket is el tudtuk volna mozdítani, visszairányítani a folyókat. Megállítottuk volna minden háborút. Megvigasztalhattuk volna a szenvedőket. Megetethettük volna az éheseket, és meggyógyítottuk volna a betegeket. Tudással rendelkezve megszárítottuk volna minden könycseppet, és felépítettük volna a Földön az alkotó társadalmat, az Édent. De mindezek helyett, te, minden energiádat, minden idődöt, minden pénzedet abba fektetted, hogy ebben a gödörben rohadjál. Nézd ide, te barom, mindenedet a koporsóba fektetted. Vlad. Ha nem hazudnánk magunknak tovább, minden sírfeliratnak egyetlen keserű jelentése lenne. Mindent elbasztam ebben az életben. Miért nem csináltuk másképp a dolgokat? A második érzékelő már harmadik napja nem szolgál adatokkal. Csodálatos, hogy még az első működik. Tegnap 490 km/h szél volt. Egy pokoli hurikán. Egy óriási porfelhőt kavart, és a mikrorészecskék, mint a forgács, szó szerint megsemmisítették a kemény téglát. Maradtak-e emberek valahol? Milyen hátborzongató. És én még mindig élek. De mire? Tizenkilencedik rész. Ebből a ketrezből csak egy ajtó vezet ki, és méghozzá a múltba.
Mit tehettünk volna? Vlad, erre a kérdésre minden nap válaszolok, és valószínűleg egy szakdolgozatot is tudnék írni róla. Nézd, egy egyszerű számtan, mindenki vehetett volna egy okos telefont. Akkoriban volt pénz, voltak okos telefonok, volt internet. Mindenki meg tudta volna osztani a szociális hálózatokon a saját videóit naponta egyet, legalább egyet, mert volt lehetőség videókat felvenni, és azonnal feltenni az internetre. Nézzük tovább. Még ha a videóknak még csak 100 megtekintés is lenne, az egy év alatt 36 ezret jelentene. De voltak olyan videók, amelyeknek 1000, 10000, 100000 a megtekintésük. Tehát nem 36 ezer, hanem 360 ezer megtekintés évente. Érted, amit mondok? Most meg képzeld el, hogy ezt 1000-nyi ember csinálja, 1000-nyi önkéntes, akkor már is 36 millió megtekintést kapunk évente. És képzeld el, ha ezt világszerte 1 millió ember csinálja, akkor szorozd meg ezt a számot 1 millióval, 1 millióval, és már is 360 milliárd megtekintést kapunk évente. Érted már? És ez az információs hullám biztos, hogy új hullámokat gerjesztett volna. Mint a fizika törvényeiben. Mint a fizika törvényeiben. De mi csak ültünk és vártunk. Milliónyi várakozó, amely bedugta a nyelvét a seggébe. Завернемся одним словом, лаконичным. Это любовь, конечно же. Потому что одним словом. Свобода. Это жизнь. Дружба без границ. Это будущее. Это выживание. Akkor éreztem, hogy élek. De sajnos, ez soha többé nem fog megismétlődni.
A hétszentségét. A francba. A francba. Ez igen. Meleg. Honnan érkezik ez a meleg? Honnan jön a melegség? Mi ez? Ó, július közepén. Tél a nyár közepén. Mi a fene folyik itt?
звуто Йеллоустоун. Ez a vég. Mi van? Mi van most? Továbbra is? Hallgatni fogsz, te köcsög. Vagy szólsz legalább egy szót is. Vagy te is. Csak kifogásokat fogsz keresni, persze. Mintha nem tudtad volna, hogy mi van. Mindent tökéletesen értettél, és tudtál, és mégis elfutottál. Mint egy patkány. 8 milliárd ember halt meg az olyanok miatt, mint te. Akkor nem számított neked, ugye? És most? Mit mondasz most? Nézz körül! Nézz körül! Hol vagy? Hol van a sok ember? Hol vagy te? Hol van az alkotó társadalom, amelyben nem hittél? Dögölj meg, söpredék, mint a kiválasztott, mint a kiváltságos. Számold a perceket, számold a másodperceket. Hát nem ezt érdemelted? Hát nem ezt választottad? Tehát, dicséretlenül és abszurd módon elhaladtam a való élet mellett. Itt az ideje, hogy elmondjam magamnak az igazat. Bevalljam mindent, amitől oly sok éven át bujkáltam és menekültem. Próbáltam elbújni saját magam elől. Azt hittem, hogy okos fickó vagyok, de élve eltemettem magam. Miért nem értettem meg? A legfontosabbat, hogy nem menekülhetek magam elől, és nem lesz könnyebb. Mikor mindez elkezdődött, sok emberrel beszéltem odafent. Úgy érezték, mintha az éghalati Cerberus vette volna el a jövőjüket. Később átkozták Istent, mert nem válaszolt az imáikra. Kár, hogy sokan közülük soha nem jöttek rá, hogy Isten adott nekünk egy esélyt. De mi olyan okosak voltunk, hogy azt hittük, hogy ez utópia. A kezét nyújtotta nekünk, de mi nemhogy visszautasítottuk, hanem még bele is köptünk. Nemhogy csak lemondtunk a boldog jövőnkről, mi nem is küzdöttünk érte, nem tettünk érte erőfeszítéseket. Mi még valami rosszabbat tettünk. Gúnytűztünk Istenből. Mindenki közülünk meghozta a döntését. Elsápadt, mikor elolvasta a jelentést. A kirakós biztosan összeállt. Most már az előadásain is felhozza. Csak úgy mellékesen. Azt mondta, nem beszélhet róla, mert akkor nem csak az állásából rúgják ki, hanem a rangjától is megfosztják. De összehozott minket egy nagyon jó fejemberrel. Azt tervezzük, hogy ma felvesszük vele a kapcsolatot. Egyébként ő is mérnök. Szeretnél beszélni vele? Összehozunk egy konferenciahívást. Szerintem nagyon jól éreznéd magad vele. Haló, haló, hallasz engem? Igen, igen, hallok. Nagy szükségünk lenne a segítségedre. Bekapcsolód? Hát figyelj, nekem most nem tudok elmenni. Nem, biztos nem sikerül. Értsed meg, nekem fontosabb dolgaim is vannak. Fontosabb dolgaim vannak.
fontosabb dolgaim vannak.